Karinti Frigyes, találkozás egy fiatalemberrel. A fiatalemberrel a Dunaparton találkoztam hat óra felé. Elment mellettünk. Már alkonyodott akkor, nem vettem észre. Már húsz lépésnyire lehetett, mikor hátulról megpillantottam. Egyszerre elhallgattam, és zavart nyugtalanság fogott el. A karcsú derék egy rakodóhajó hátteréből vált ki élesen, de mégis azt hiszem a lépéseiről ismertem rá. Kicsit kopottak a ruhák. A kezében széles füzetet vitt. 18 vagy csak 17 éves talán? Még haboztam, nem mertem elhinni. El akartam fordulni, de egyszerre éles nyilalás vonaglott át a szívemen, és utána oly heves dobogás fogta el, hogy meg kellett, hogy álljak. Egy mozdulatát láttam meg, amint a kezét felemelte és maga elé tartotta. Ó, jaj, rettenetes! Ez volt a kéz. Még a vágást is megismertem rajta, amit a tornateremben. A feleségem csodálkozva nézett rám, és én mondtam, kérlek, vár rám, beszélnem kell ezzel a fiatalemberrel. És ott hagytam őt, és előre siettem. Nem sokára aztán meglasítottam a lépteimet. Már alkonyodott. A fiatalember nem fordult meg. Tudta, hogy mögötte vagyok nyugodtan ment tovább. Egy hajó hajókötélnél nyugodtan megállt, és a csendes Duna felé fordult, s nézett át messze a hegyek felé. Borzasztó zavarban voltam, a torkom köszörültem. Mellé álltam, hogy észrevétessem magam. Lopva néztem, mely fiatalabb és keskenyebb volt még, mint az enyém. A szeme nagyobb és világosabb. Ó, ő volt az. És a füzet a kezében, a régi füzet, amit a szekrényem fenekére tettem és elfelejtettem. Nehéz, szorongó izgalom volt ez. Hát. Nem látsz? Mondtam végre halkan. De igen, mondta, de nem fordult felém. Zavartan hallgattam. Aztán elszégyeltem magam. Nevetséges, egy 18 éves fiatalember. A találkozás különös, de fel kell, hogy találjam magam. Elfogulatlan leszek. Örüljön, hogy alkalma volt meglátni engem. Azonnal megismertelek, mondtam hangosan, amint elmentél mellettem. Tudom, mondta. Hát miért nem jöttél oda, nem vagy rám kíváncsi? Nem felelt, ideges lettem. Jó, Tudom, milyen tartózkodó és gőgös vagy, de látod ennek semmi értelme. Hidd el, rájöttem, hogy semmi értelme, majd elmagyarázom neked. Magad is belátod majd, hogy nem maradhattam tartózkodó és gőgös. De miért nem nézel rám? Nézd, bajuszom van. 26 éves vagyok. De furcsa vagy. Haragszol rám? Nem felelt a szája keserűen összehúzódott. Hát, e, mondtam, ez a nagyszerű hallgatás. Jó, jó, emlékszem már. Hát aztán örökké nem csinálhatja azt az ember. Né, még talán szemrehányásokat teszel. Ugyan kérlek, a nagy hallgatásod nem olyan nagy dolog. Nem látom, hogy sokat használt neked. A ruhád nagyon szánalmas, édesfiam, és sovány vagy. Már engedj meg, nem tudnék ilyen ruhát felvenni. Na mi az? Sírj egy kicsit, kapsz egy krajcárt. Most nézett rám először. Keményen rám nézett a szemembe, aztán elfordult. Sokat beszélsz, mondta szárazon. Megsértődtem. Ó, ugyan, nagyon tökéletesnek képzeled magad. Igenis beszélek, mert tanítani akarlak, érted? Végre idősebb vagyok nálad, és én azóta sokat láttam és sokat tapasztaltam. Te gyerek vagy, mit tudott te? Egyszerre elcsuklott a hangom, lehorgasztottam a fejem, és egészen halkan és zavartam mosolyogtam. És halkan és zavartan felemeltem a kezem, és zavartan mosolyogva suttogtam. Hát mit tegyek? Hát azt nem lehetett, hogy te gondoltad. Hidd el, kérlek, nem lehetett, én próbáltam. De igazán nem, nem lehetett. Most felém fordult. Elgörbült szája a gyűlölettel nézett rám. Hol a repülőgép? kérdezte rekedten. Zavartan dadogtam. Mit tegyek? Feltalálták? Farman. A vrágy testvérek. Nem voltam ott, de hidd el, ők is elég jól csinálták. Egész jó, aránylag ha lehet vele repülni. Látom, mondta gúnyosan. Aztán megint rám nézett. Hol az északi sark? Lesütöttem a szemem. Valami píri elérte, kérlek, hát nem volt időm. Te tévedtél? Hát nem lehet mindent. Én akkor az egyetemre jártam. Úgy, mondta. Aztán hol a büszke és szabad Magyarország? Kérlek, Alásan, igazán furcsa vagy. Dolgozunk rajta, én is. De az nem megy olyan hamar. Az embernek élni is kell. Hadarni kezdtem. De látod, azért én igyekeztem, hogy legyen valami abból, amit neked megígértem. Í írtam ám, elég jó dolgokat írtam. Nézd meg, csak kérlek a kirakatokat, a nevem ismerik, jó nevű vagyok, ahogy te akartad, és az emberek eléggé tisztelnek, és látott könyveket is írtam, hogy te elgondoltad. Nézd csak, itt van egy, ez elég jó. Idegesen kapkodtam ki a zsebemből egyik könyvemet, amelyben humoros rajzok és novellák vannak, és mutattam neki. Nézd csak, elég jó. Egyetlen pillantást vetett csak a könyvre, nem nyúlt utána. Igen, láttam már, mondta Kurtán. Elég jó kinyújtotta a karját az alkonyodó láthatár, az elgörbülő hegyek felé. Hol a nagy szimfónia? A rettenetes színjáték a szürke láthatárról, és a gőgös istenekről, akik ott lüktetnek és vonaglanak a láthatár mögött. Elpirultam. Hát kérlek, azt nem lehetett. Tehát azt, azt nem lehet három felvonásban megcsinálni. Te tévedtél. A szürke láthatárt nem tudja eljátszani egy színész. Aztán rájöttem, hogy ez nem is a megfelelő műfaj, és nem is tudnék elkészülni vele. Ha nem írtam erről egy csinos szonettet, egy velőkelő revű hozta, és tetszett, és azóta jobban fizetnek. Nem felelt. Komor hallgatásba merült, tekintete eltűnt a távolban. Akartam még mondani valamit, megmagyarázni, hogy milyen fiatal ő. De homályosan emlékeztem rá, hogy ilyenkor, mikor így néz, nem lehet zavarni. Egyszerre eszembe jutott a feleségem, és nyugtalankodni kezdtem. Kérlek, mondtam, jöjj velem, bemutatlak a feleségemnek. Ó, ennek örülni fogsz. Nagyon szép asszony, értékes, nagyszerű nő. Látod? És én meghódítottam. Szeret engem, látod? Ne vagyok valaki, ahogy te akartad. Most rám nézett, és a szemében végtelen gúny volt. Meghódítottad, mondta. Hogyan? Ó, milyen büszke vagy rá! Te mentél hozzá, és meghódítottad? A várkastély leszállt a hegyről, és ostrommal bevette a völgyet. A tölgy meghódította a folyondárt, és szerelmesen körülcsavarta. Miért nem jön ide a feleséged? Összehúztam a szemem. Ostoba vagy, mondtam. Gyerek vagy. Ezek fantaszmagóriák. Nincs igazad, nekem van igazam. Én felnőtt vagyok, és megismertem az életet. Mit tudsz te az életről? Téged mindenki kinevetne. Egészen mellém állt, a szememben nézett. Most láttam meg sűrű és barna haját. Nem akartam megismerni az életet. Azt akartam, hogy az élet ismerjen meg engem. Igaz, engem mindenki kinevetne és te nem akartad, hogy miattam téged kinevessenek. De te tudod, nézz a szemembe, merj a szemembe nézni. Te tudod, hogy te vagy a nevetséges és kicsi, és hogy nekem van igazam, és hogy nem nevetséges, amit én mondok. Te tudod, hogy nekem van igazam, te szegény, te kicsi, te senki. Merj a szemembe nézni. El kellett fordulnom. A helyzet ostoba és kínos volt. Ő lassan távolodott el tőlem, aztán nem nézett többé rám. Lassan gondolkodva indult meg. Percek múlva halkan tudtam csak megszólalni. Hova mész? Maradj! Suttogtam, de nem fordult már vissza. Csak a szavát hallottam még távolról. Emlékezz rá, hogy egyszer még utoljára találkoztál velem, És ha van még benned valami belőlem, márcs be a lenyugvó tüzébe, s írd meg nekik. Írd meg ezt a találkozást. És írd meg nekik, hogy hagytalak el. És hogy tűntem el, beléolvadva az alkonyodó égbe. Ifjan szépen és végtelenül szabadon, hogy ne lássalak többé. Ezeket nagyon messziről hallottam már. És a karcsú alak vékonyodott, elfolyt, felemelkedett. Még néztem. Azt hittem, hogy látom. De aztán rájöttem, hogy a vörös égen egy vékony felhő lebeg csak. A feleségem türelmetlen lett. Ki volt ez a fiatalember? kérdezte. De egy régi ismerős, mondtam neki zavartan. Kedves fiú, igen, mondta a feleségem kicsit élesen. Csak rossz modora van. Miért nem mutatkozik be? Pedig feltűnően hasonlít hozzád. Aztán ide jöttünk a kávéházba. Nehéz kedvemről lassan oszolt el a görcs. Hm. A téma szép, mondtam magamban felvidulva. Vers ne kicsit hosszú volna. De egy novellát lehet belőle csinálni. Röviden szatirikusan. Ma úgy is kedv van, szállítanom illik valamit. Papírt kértem, és rövid habozás után leírtam a címet. Találkozás egy fiatal emberrel. És csak tompán fájt már a seb.